Paláver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Paláver. Hangra fel. Köszöntöm a Hír Televízió nézőit, a Hír FM rádió hallgatóit. Lentulai Krisztián vagyok. Kedd délután belevágunk a mai paláverbe. Elérhetőségeink 0617992999. SMS-t a 0670-7953-as számra küldhetnek. A Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil utolsó fényképes posztja alá pedig kommentek jöhetnek a mai témákkal kapcsolatban. Nézzük meg először, hogy a nap kérdése hogyan áll szavazás ügyileg. Érdeke Brüsszelnek a magyar gazdaság semlegessége? 5% igen, 95% nem a válasz. Eddig 3/4-5-ig jöhetnek az igenek, avagy a nemek a 0630 34 44 690-es telefonszámra. Most pedig nézzük meg, hogy milyen három témával készültem önöknek. Egy kis módosítás történt a híradóval való beszélgetésem óta, ugyanis a második és harmadik hírünk az szorosan összefüggött, úgyhogy összefűztem, és szóban mondom majd hozzá. És mégiscsak bevettem Gyöngyösi Mártont, hát ilyen nagy formátumú politikust kihagyni egy paláver témából. Szó érné még a ház elejét. Magyar Péter azt állítja, hogy nincsenek testőrei, holott korábban maga dicsekedett ezzel. Azóta az is kiderült, hogy egy bűnözőt alkalmazott az egyik testőre személyében. Hát bármin is csodálkozunk már Magyar Péter környékén, én nem. Manfred Weber távozásra szólította fel Orbán Viktort. Erre Siffer András azt írta ki a Facebookjára, hogy szerencsére a fiát még nem tekerték szőnyegbe. Mindenki azt gondol mögé, amit akar. Kilép a Jobbikból és visszavonul a politikától Gyöngyösi Márton. És itt egy picit időzzünk el, mégiscsak egy Jobbik elnökről van szó, mégiscsak egy korábbi jobbikos Európa parlamenti képviselőről van szó. Mi az, ami önöknek Gyöngyösi Mártonról először eszébe jut? Nekem az szokott Gyöngyösi Mártonról eszembe jutni, hogy őt már egyértelmű ahhoz a jobbikhoz sorolom, amelynek nagyon köze már nincs a jobb oldalhoz, ez az egyik, ami eszembe jut róla. A másik, ami Gyöngyösi Mártonról eszembe jut, hogy ott feszített Pressmannek a széderestjén, kipával a fején, ott vacsizgatott, és próbálta mannaként magába szívni az amerikai nagykövetnek a itinereit. És a harmadik pedig az, hogy valahogy ő így próbálkozott azzal, hogy kilépjen abból a nagyon nyers, korábban megszokott jobbik stílusból, és ilyen nagyon, nem tudom én, előkelő úri módon kezdett el öltözni, valahogy ő elhitte, hogy egy nagyformátumú brüsszeli politikus. De egyébként politikai tetteket, hatalmas innovációt én nem tudok felfedezni és felidézni Gyöngyösi Mártonról, de majd önök ki fognak ebben engem segíteni. Induljon tehát a paláver, jöjjön az első betelefonáló, aki már itt van a vonalban, Anna lesz az. Köszönöm szépen, hogy itt van, hallgat minket, ön van a vonalban, kedves Anna, parancsoljon. Halló? Jó napot kívánok! Egy kicsit nagyon nehezen beszélek, mert kaptam egy agyinfarktust. Na, Magyar Péter, hogy a Ménka kapkodja meg, annak nem az a neve kellene lenni, Diszkó király Péternek, annak kellene nevezni. Tegnap láttam a Facebookon egy fiatal ember, azt mutatta, hogy egy gatyásnál akarta mondani gatyaműsort, hogy kifigurázta a szégyentelen gazember. Hát ilyen ember még nem láttam, mint a Magyar Pétert. Akarja mondani a háborút? Akar menni? Menjen Ukrajnába a loboncos
hajó Gabriellával, Cseh Katalinnal együtt a Donát Annával együtt, a Dovnev Klárával és a férjével együtt, a mocskos disznók, aki tönkrevetették az egész országot, ezek domálnak, menjenek a pokolba. Mocskos disznók. Bármennyire is megszoktam érteni az indulatot, bármennyire is megszoktam érteni azt, hogy vannak olyan figurák az ellenzéki oldalon, akiket ha csak meglátunk, felmegy bennünk a pumpa. De még talán határon innen volt a szóhasználataival talán Anna néni, viszont azzal pluszban, hogy történt vele ez a baleset, és nagyon nehezen beszél, tehát engedjék meg, hogy élek ezzel a jogommal, hogy szavanként én nem akartam volna most végighallgatni 5 percben disznózást, valószínű ugyanezt mondta volna végig Anna. Jobbulást kívánunk neki innen, más egyebet nem tudok tenni. János van a vonalban, jó napot kívánok! Tiszteletem, kedves Krisztián, János vagyok. Hát egy múltkori a Gyurcsánnyal kapcsolatosan, hogy 14 millióra büntette a Kövér László úr Gyurcsányt, úgyhogy avval kapcsolatban mondtam én, hogy legalább 30 millióra kellett volna büntetni. Na most közben még akkor este történt, hogy néztem a híradót, és a sukorói tenisz, nem tenisz, hanem na, csónak, meg nem tudom milyen klub épült a sukorói parton. Evel kapcsolatosan akarnám mondani, nem tudom, hogy emlékszik rá, hogy a Gyurcsány bajnai kormány idején a sukorói Gyurcsány a sukorói kaszinót akart oda építeni. Igen. Úgyhogy csak arra mondom, hogy akkor az adófizetők pénzéből ilyen földcsere ügylete együtt 600 millió forintot nyúlt le. Igen, és arról de volt egy per is, azon ő megjelent. Volt egy per, igen. Azt hiszem, hogy ott el is ítélték a üzéket, aki vállalta ki magát tulajdonképpen, aki vitte a balhét magával. Uh-huh. Aztán van még egy másik, ugye ez a Gyurcsány, a bajnairól már nem is beszélek, ez a gazember, ugye aki a Debrecenben volt a központjuk a libásokkal kapcsolatosan, de a Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár megyébe végig 12 ember akasztotta fel ott magát a libákkal, amit lenyúltak. De közben a bajnai úr, mikor volt a kormányon, a menzapénz 17 milliárdot nyúlt le, és a mozgássérült meg 75 milliárdot. Na most van még egy nagyszerű emberünk, ez a Kóka János, ez a sas szemű ember, aki a MÁV privatizáció során sikerdíjként 2 milliárd forintot adott egy budapesti ismeretlen cégnek. Hát erről azóta se hallottunk, hogy tulajdonképpen mi lett belőle. Se a MÁV székház eladásáról. Na, ebből csak ennyit akartam. Úgyhogy a Gyurcsány bőven megérdemelte volna akármennyi milliót. Na, hát akkor kezdeném ezzel a Magyar Péterrel. Magyar Péter azt állítja, hogy neki nincs testőre. Hát pedig van testőre, mert az öt kertben is ott voltak a testőrei, és azok ügyeltek rá, azért volt ez az ember, akitől elrabolta a telefonját, vagy ellopta, vagy nem tudom, minek nevezik már, azért nem mert ott esetleg megküldeni egy paraszlengővel, mert látta, hogy nem egyedül van ez a jó ember ottan. Úgyhogy a Magyar Péter már annyit hazudott, hogy ennyit még a Daniel Frany se hazudott. Mert tulajdonképpen ez a hogy is mondták ezt, hogy egy ilyen fröccsöntött ember ez a
Magyar Péter elvtárs. De reméljük, hogy el fog 2000, én azt illetve nem ígértem, hanem azt mondtam, hogy szerintem 2026-ra ugyanúgy el fog tűnni, mint ahogy Gyöngyösi Márton eltűnik. Na, akkor kezdeném ez a Manfred Weber. Hát ez egy... nem akarok csúnyán beszélni, mert az előbb már mondta, hogy ne beszéljünk csúnyán. De hát ez a Manfred Weber, ugye annyira meg van sértődve a mi országosan kedvelt dr. Orbán Viktor miniszterelnökünkre, hogy ez már minden képes rá, mindent elmond, ami csak létezik. Úgyhogy nagyon szégyelheti magát. Szerintem el kellene őtet már onnan. Annak idején még a Merkel is azt mondta, hogy csak a Manfred Weber-te válasszák meg. Nem tudom, biztos hallott róla. Igen. Úgyhogy erről az emberről ennyit, ez egy nagyon aljas, ugye a keleti blokkból származik, tehát még azt sem mondhassuk rá, hogy nyugati, mert egy keleti ember, úgyhogy szégyelje magát nagyon, és minél előbb jobb volna, hogyha eltakarodna nem csak a brüsszeli parlamentből, hanem az egész német parlament, vagy az egész német politikából együtt. Hát valamit vissza kellett mondania azok után, hogy őt vérig sértette Orbán Viktor a felszólalásakor. Emlékszik rá? Igen. Zseniális volt, hogy Orbán Viktor kiosztotta Manfred Weber-t, és megmondta, hogy a harag rossz tanácsadó, és maga rám haragszik, és ezért akar bosszút állni. Hogy én miattam nem ülott abban a székben, én miattam, kedves Weber úr, nem ülott abban a székben, ahol Ursula von der Leyen ül. Úgyhogy muszáj volt visszavágnia, ezért mondta, hogy le kéne mondania Orbánnak. Igen, de hát ugye itt van ez a Daniel Front, ez a másik barom állat, hát aki meg ugye le akarja tartóztatni. A világ vicce hát, az a figura. Hát ez nem normálisak ezek egyik se. Se ez a Martin Sirdemon, ugye az is hát, szóval én nem is értem. Te jó mondja, a Bayer Zsolt mondta, hogy ő nem vállal a miniszterelnökséget, mert tulajdonképpen ezt nem tudná ott, na, szépen elviselni, ugyanúgy, mint ahogy mink betelefonálók se tudjuk ezt elviselni. Meg hát ugye itt van ez az Irina Saliz, vagy hogy hívják ezt az olaszasszonyságot, vagy lány, vagy nem tudom micsoda. Hát ugye napi renden vannak a verések. Most Németországban megint alakult valamilyen csapat, aki veri az embereket, hát szóval nem igaz, és ez meg bekerült oda a parlamentbe, és képes volt pofáján bőr neki, hát jó vastag lehet, hogy még ott is a Magyarország ellen, meg Orbán Viktor ellen képes volt felszólalni. Én nem is tudom az ilyen embereket megérteni, hogy mit gondolnak magukról, vagy mit képzelnek, nem gondolják esetleg, hogy ők is ugyanazt megkapják majd egyszer, valakitől, mint amit ők adnak, vagy ők vertek az embereket, ugye széjjel verte azt a szerencsétlen embert, ment dolgozni, mert olyan nadrág volt rajta, meg olyan kabát, hát szóval eszméletlen. Ezek a kommunista, vagy nem is tudom milyen embertípusok, ezek a történelem során mindig ezt tették, gátlástalanok voltak, és ha már neki nem tetszett valami, a rombolási hajlamuk meg teljesen olyan volt, hogy minden törtek volna, zúztak volna össze. Ugyanúgy, mint ezeket a Van Gogh képeket, mikor bemennek ezek a zöldek, meg akárkik, és a múzeumokba törnek, zúznak. Úgyhogy ezekből csak annyit lehetne, hogy tényleg, hát nem is tudom, mekkora büntetéseket kéne rájuk róni, mert ugye most már megszüntették ezeket a halálbüntetéseket. Elfogyott az időnk, kedves János, azért vettem el a szót, ilyenkor nincs már időm elbúcsúzni, mert az további 40 másodperc lenne rosszabb esetben. A televízió búcsúzik most egy kis időre, ez nem jelenti azt, hogy a Hír FM rádióban ne folytatnánk, de ott is csak egy picit megyünk tovább, aztán egy kis szünet mindkét platformon és a 4 órai hírek és híradó után jövünk majd vissza újra, úgyhogy most a televízió nézőktől búcsúzunk, de még őket útra indítom egy SMS-sel. Magyar Péterhez vonzódnak a bűnözők, Suba a Subához, Guba a Gubához, Cicus írta nekünk.
Úgyhogy a tévétől most búcsúzunk, a rádióban még egy picit folytatjuk. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Folytatódik a Palaver, a 4 órai híradó és hírek után a Hír Televízióban és a Hír FM-nél Lentulai Krisztián vagyok. 061-799-2999 ezen a számon hívhatnak minket. SMS-t is küldhetnek a 0670-7953-as számra, és a Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil. Utolsó fényképes posztja alatt várom a mai három témával kapcsolatos kommenteket, de addig is nézzük meg, hogy a nap kérdése, szavazás hogyan áll. Érdeke Brüsszelnek a magyar gazdasági semlegesség? A válaszadók 5%-a igennel, 95%-a nemmel voksolt ez idáig. 0630-34-44-690, 3/4-5-ig ezen a számon jöhetnek az SMS-ek, avagy a Hír Televízió honlapján is lehet szavazni, és a telefonra, ha letöltötték a Hír TV-s applikációt, akkor azon is szavazhatnak erre a bizonyos nap kérdésére. Jöjjenek most a témák. Magyar Péter azt állítja, hogy nincsenek testőrei, holott korábban maga dicsekedett ezzel. Manfred Weber távozásra szólította fel Orbán Viktort, és gyorsan ezt kiegészítem, mert nem csak Schiffer András reagált erre úgy, hogy még szerencse, hogy Orbán fiát nem tekerték Weberék szőnyegbe, hanem nyilatkozott ez ügyben Mencer Tamás, aki azt mondta, hogy tegnap Magyar Péter elmondta, mi Weber támogatásának ára, le kell mondani a nemzeti szuverenitásról, azaz be kell engedni a migránsokat, csatlakozni kell a háborúpártiakhoz, el kell törölni a multik által fizetett adókat, a rezsicsökkentést, és el kell venni a 13. havi nyugdíjat. Nacsa Lőrinc is, a KDNP országgyűlési képviselője is reagált. Magyar Péterrel egy olyan embert támogattok, akit komolyan vádolnak telefonlopással, aki titokban rögzítette a felesége mondandóját, hogy később a saját céljaira használja azt fel, és aki csak úgy idézgeti Hitlert. Aztán Kovács Zoltán államtitkár is, kormánybiztos is nyilatkozott, azt mondta Kovács ez ügyben, hogy arról, hogy mi történjen Magyarországon, a magyar emberek döntenek, nem pedig Manfred Weber és az Európai Néppárt. Kicsit kiegészítettem tehát ezt a második témát, és közkívánatra, mert azért már jött SMS ezzel kapcsolatban, kilép a Jobbikból és visszavonul a politikától. Gyöngyösi Márton. Nézzük is, hogy mi ez a gyöngyösi SMS. Albert azt írt, a Gyöngyösi Márton, utálok. Utálom, aki megtagadja a származását, aztán elismeri, utána megint megtagadja, neonáci tételeket mond, aztán megint dicsekszik vele, szóval jellemtelen, gerinctelen, Szabó Albert és Bácsfi Diana méltó eszme társa, a Jobbikban nem is volt más, Albert írta tehát nekünk, úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy érdektelen Gyöngyösi Márton, de hát ilyen hozzászólás, és ehhez hasonlók érkeznek vele kapcsolatban. Nézzük az első betelefonálót, aki már régóta várakozik, hogy megszólalhasson. Ibolya van a vonalban, jó napot kívánok! Üdvözlöm Krisztiánt, önt is, meg a hallgatókat is, nézőket. Hát, Magyar Péter, ez egy nagyon-nagyon jó téma, ez a fazon. Ez mi, ez, komolyan mondom, már az ember nem tudja, hogy sírjon, vagy nevessen rajta. Olyan figura. Ez egy figura, ez nem ember. És most, ahogy olvasom, hogy Gyurcsány már közeledik felé. Mi a jellemző erre a két emberre? A pénz és a hatalomvágy. Javítson ki, ha tévedek. Meg egyfajta most, megalománia és egoizmus. Ja, hát azt már tudjuk, tehát az, de én most ország szempontjából nézem. Hát ezt ország szempontjából is kell nézni, mert ha valaki ilyen egoista jelzőkkel, vagy jellemzőkkel bír, azt egy ország csak megsinneni tudja. Hát nekem először az volt szemet, mikor olvastam az interneten, Magyar Péter ült büszkén, és mondta, hogy ő ki fog kerülni az ötker buliból, mert ő neki nagybátyja, anyukája, nagybátyja, mindenki bíró, és ő fogja megnyerni. Na most innentől kezdve elkezdtem gondolkozni, írtam egy pár sort, egy bírósági valaki vissza is válaszolt, természetesen Péterke megbussza. Én ezt akkor mondtam az vitának, vele beszéltem, de amit én látok,
A Magyar Péter, ugye Orbán miniszterelnök óta mondták, hogy ő a Putyin pincséje. Na hát a Magyar Péterke egy brüsszeli ragyogó pincsi. Néha Manfred megsimogatja a buksikáját, jól beszéltél, jól csináltad, Ursula is oda megy, esetleg ad neki valami izét, amit fel kell. Még jó, hogy olvasni tud ez a pali. Az ügyvédi diplomáját megnézném, hogy szerezte, de nem ez a téma. Ő meg a Gyurcsány ugye közelednek egymáshoz. Magyar Péter ezt nem vallja be, de Gyurcsány igen. Mi történne, ha hatalomra kerülnének? Amit a miniszterelnök úr és a kormánya visszaszerzett az országnak, szinte mindent, amit ezek a 192 céget a Gyurcsányék eladtak, ugyanarra a sorsra jutna a Maléftól kezdve minden, amit az ember el tud képzelni. Elég sokat szoktam a Facebookot nézni, és hallgatom és nézem. És mondja az egyik hölgy, hogy hát de hát Gyulán, hogy éheznek a gyerekek? És akkor végig gondoltam, hogy tulajdonképpen nem tudom milyen a polgármesterük, de a gyerek az az enyém. Nekem kell róla gondoskodni. A kormány rengeteg mindent ad. Tudom. 6 fiam és 2 lányom van. Mindegyik megtalálta becsülettel a helyét, vállalkozótól kezdve, rendőri, mindenki van. Nyolc gyermeket szült? Igen. Le a kalappal. Gratulálunk. És nem vagyunk roma százal. Egyébként 120 éves katonaszal. De most ez ilyen szempontból indiferens, kedves Ibolya. 8 gyereket vállalni, 4 gyereket vállalni is le a kalapot, én ezt mondom. Mindegy, hogy roma vagy nem roma az illető. Én nem vagyok az, és sőt, 120 éves katona családból származok. A bátyám is, a fiam is, az apukám is, felmenő rokonok, 20-30 minden. 8 gyerek, 6 fiú, 2 lány, mindegyik megtalálta a helyét, van köztük, nem egy vállalkozó, van köztük. De akkor ugye most ön ezzel azt akarja mondani, és szerintem nagyon remélem, hogy ezt akarja mondani, hogy nem az állam, nem a város, nem az önkormányzat elsődleges felelőssége az, nem, hogy az én gyerekeim ne éhezzenek, hanem a szülő felelőssége. Nem. Én ezzel maximálisan. Én megsütöttem, a mai napig sütöm a kenyeret, én gyúrtam a miért nem teheti ezt meg egy mai anyuka? Én is dolgoztam mellette. És becsülettel az én drága férjemmel, akikkel már 54 éves házasok vagyunk. Felneveltük a 8 gyereket, a 9 fiú, 9 lány, unoka, mindenki nyelveket beszél, mindenki tanult. Olyan rendőrgyerek van, 3 szumma kumulaide diplomája van a családban. Nem az ország dolga, hogy felnevelje. Ha valaki gyereket vállal, köszönje meg, ha segítséget kap. Nekünk 600 forint volt a gyes, 600 a családi pótlék. És mégis felneveltünk, ettük, ruháztuk, jó, vartam sokat, varonő voltam. De most mondja meg, annyit segít a kormány, én simán a baloldalt csak kormányon élősködőknek, mert valamilyen formában mindenki részesül a kormány segítségéből. Legyen az rezsicsökkentés, legyen az nyugdíj, gyerek, mindenki. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott, mondta Orbán Viktor 2022-es választási győzelemben. És milyen igaza van? És segíti az embereket, és akkor teli habzó szájjal szidják. Hát amit csináltak Brüsszelbe is, végignéztem, bár mondtam a férjemnek, hogy vérnyomáscsökkentőt készíts, mert ez így nem. Csoda volt a miniszterelnök úr hozzáállása. Ahogy az lerántotta a letlet. Nem tudja elképzelni, hogy külföldön, biztos tudja, mert hát hallja, hogy külföldön is, nekem elég sok barátom, ismerősöm van, Németországra, jóra, balra. És mindegyik azt mondja, hogy elképesztő volt, hogy, és azt mondták, hogy Magyarország nem közvetíti. Lehet, hogy jobb, hogy így tudták, mert ha tudták volna, hogy Magyarország is közvetíti, lehet, hogy nem lett volna ilyen durva az egész dolog. Így megláttuk, hogy kikkel állunk szembe. Amit a miniszterelnök úr eddig is megengedi, Ibolya, hogy ide idézzek egy SMS-t? Igen. A vérnyomás csökkentő ma be lett szedve? Készüljön. Gondolja, szükség lesz. A családban nemrég született gyerek. 12.200 a családi pótlék. A gond, hogy 2008-ban is ennyi volt. Ez a családbarát kormányunk. Orbán mennyivel is emelte a saját fizetését? Na bukjatok szépen 26-ban. Rágják a családi pótlék a alacsony mértékét, mint a gittet.
másfél évtizede rágják, mert nem akarják megérteni, hogy nem segély alapon segít a kormány, hanem munka alapon segít, illetve adókedvezményekkel segít. Arról miért nem ír ez az SMS-ező, hogy mekkora az adókedvezmény ebben az esetben? Ha több gyerek van, akkor mekkora az adókedvezmény ebben az esetben? Hát nézze, Németországba értek innen a lányomék, és 9 év után jöttek haza. Nagyon örülnek neki, hogy hazajöttek. Mert ott már, ahol ők voltak, ott már élni lehetetlen lett. Pedig nagyon jó volt, mikor kimentek. Az egyik, a másik, a családi pótlék, ahogy olvassa, ahogy mondtam, 600 forint volt. És mégis felneveltük becsületesen, és mégis dolgozó embereket, adófizető embereket neveltük. Nem tudja, én nem tudom, mit várnak. Mondja meg, mit várnak. Miért szül gyereket? Először is azt várják, hogy bukjon Orbán, aztán, hogy utána mi lesz, az nem érdekli őket. Ezt várják. Ez az egy, erre tettek fel mindent. De Krisztián, semmit nem kapnak. Nem hallok semmit. Mert nem szólaltam semmit meg. Most jó. Igen. Semmit nem kapnak. Úgy, ahogy a Ferike megcsinálta maga kis sumásságait, mikor ő volt a miniszterelnök, ugyanúgy megcsinálja a Magyar Péter is. Én nem tudom, ez a Pali megpróbál Orbán miniszterelnök úr, a felesége cipőtartáig nem ér fel, a volt felesége. Nem a miniszterelnök úri, könyörgöm. Ennek csak szája van. Azon kívül írtam is a Facebookon, hogy valaki írjon már róla valamit, hogy mit csinált, ami az emberek hasznára van. És semmit senki nem tudott. Ami pedig a Manfred Webert illeti, hát én nem akarok csúnyát mondani, de ez egy borzasztóan, én nem is tudom, ez a velejéig gyűlöli Orbán Viktor. De nem is lehet a kettőt hasonlítani. Hát nem tudom. Olyan, mint a Magyar Péter, csak németbe. Ez se ér semmit meg, az se ér semmit. Ibolya, letelt az időnk viszont. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, elmondtam. Hívjon minket máskor is, örültem, hogy beszélgettünk. Én is, viszont hallásra. Tudják, tisztelem azokat, aki bár nem ért velünk egyet, de legalább aláírja az SMS-ét. Azt még inkább tisztelem ezek közül, az emberek közül, aki próbál kultúráltan írni. Gyula írt nekünk, nomen est omen, Öszödről. Azt írja Gyula Öszödről. A Palaver rádió és tévé műsor a gyűlölet hullámhosszán szólal meg. Ennyi gyűlöletet, ami itt elhangzik, máshol nem lehet hallani. A keresztény vallás ezt tanítja? Ugyebár önök keresztény konzervatívnak mondják magukat, akkor a sok gyűlölettel, ami önöknél van, az mi? Kedves Gyula Öszödről. Azt hiszi, naponta 20-szor nem kapom ezt meg. Azt hiszi, naponta 5-6-szor a tévénézőink nem kapják ezt meg. Bármilyen formában, főleg, hogyha a közösségi médiára járnak kommentelni. Az a helyzet, hogy én nem tudom, hogy definíció szerint, aki konzervatív, az ne lehetne haragos. Én ugyanis már finomítanám a gyűlölködő szót. Haragosak vagyunk? Azok nagyon sokszor vagyunk. Lehet, hogy még néha gyűlölködünk is, de inkább haragosnak mondanám. Hol van előírva Gyula Öszödről, hogy nem lehet egy konzervatív ember haragos? Szerintem sehol. A másik pedig az, hogy ön zusammen minnyájunkat lekeresztényez. Az a helyzet, hogy lehet, hogy a nagy többségünk az, de lehet, hogy bőven van köztünk ateista, bőven van köztünk zsidó, és lehet, hogy néhány muszlim is van. Kapásból egy még az ismerőseim között is van, aki Orbán párti ember és Fidesz szavazó, és itt él Magyarországon évtizedek óta. És muszlim. Tehát kéretik nem általánosítani, hogy mi itt mindnyájan keresztények vagyunk. De ha már Gyula beleesik ebbe a hibába, akkor megengedi nekünk, Gyula, keresztényeknek, hogy lehetünk-e az ön ízlése szerint rossz keresztények? Megengedi nekünk, Gyula? Méltóztatja ezt megtenni? Hadd legyünk rossz keresztények, aztán majd mindnyájan kiki maga otthon elszámol a bűneivel. Ne a mi kereszténységünket kérje rajtunk számon akkor, ha fölmegy bennünk a pumpa. Gyula, Öszödről.
Tudja? Ez pont olyan, amikor egy alkoholista megszól egy átlag embert, mert az lemert húzni egy felest. Az alkoholista szólja meg. Na ez van akkor, amikor egy ateista rajtunk kéri számon a kereszténységünket. Ne kérje számon, Gyula. És most megy egy kis szünetre a tévé, a rádió marad. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Jó, szóval őnek is eszébe jut. Az apukam, meg a nagybácsi, meg a izémagyó följelentem. Hát persze, hogy följelentem, hogyha mindenki haver, meg rokon a izébe. Na, én voltam 30 évig a felsőoktatásban főelőadó. Szóval nem tudom, hogy melyik agresszív erőszakon végzett ez a gyerek, de tisztában vagyok a vizsgáztatásokkal is. Marcsi, hogy elfogyott az időn, köszönjük szépen. Bocsánat, ne haragudjon, hogy össze-vissza beszéltem. Az a baj, hogy a jobbikos fiú egyenként mondanak, egyszerre szeretném őket csoportosan látni elvonulni. Köszönjük, Marcsi. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, viszont látásra. Öszödi Gyulának megjött a haverja Várpalotáról, őt Istvánnak hívják. Krisztián, te nem szégyeled magad a fiad előtt? Nagyon a határon van, István, hogy a fiamat a szájára veszít. Nagyon durván a határon van. Tehát én beszélhetek a fiamról, ráadásul egy ilyen valamit érzékeltetni akartam csak. Ennyi történt. De az, hogy maga róla beszél, az már olyan, mintha a szájára venné. Csak még mondom, óvatosan. Csodálom, hogy az anyja még nem tiltotta el tőled. Oké, tegeződünk, nekem belefér. Te bősz keresztény, igaza van, Gyulának ömlik a szar a szátokból a szuper telefonálókkal együtt. Figyelj, István, tök jó bevédte Gyulát, ha gondolod, telefonszámot tudtok egymással cserélni. Ha valaki nem bősz keresztény, az én vagyok. Oké? Tehát, hogy szerintem bőven találsz nálam jóval több olyan jobboldali közéleti térben megszólaló embert, politikust, újságírót, művészt, aki, hogy szokták gúnyosan mondani, sokkal turbó keresztényebb nálam. Én sokkal csendesebben élem meg a hitemet. Én például máshogy éltem meg a hitemet. 13 éven keresztül keresztény rockzenei műsort csináltam a Lánchíd Rádióban és a Karc FM-en. Szóval én tettem sokat azért, hogy a hitemet terjesszem, és szerintem kultúrált visszafogott módon tettem. Szóval te, amikor engem bősz keresztényezel, akkor tudsz tőlem az én számból egyetlen olyan dolgot idézni, amiben én valami fajta olyan dolgot mondtam volna el magamról, hogy az én hitem az egyedüli és legfontosabb és kizárólagos, és mindenki másé meg le van tojva? Vagy mitől bősz keresztény nálad valaki? Elváltam a feleségemtől, tehát semmiképpen nem lehetek jó keresztény. Tehát hidd el, tehát nekem van magammal elszámolni való, meg a jó Istennel, de nem tőled fogom a kritikát elfogadni, barátom. Nem tőled fogom elfogadni. És az, hogy te úgy érzed, hogy a mi szánkból ömlik a szar, tudsz idézni? Akár a mai napból, akár az elmúlt időszakból olyat, ami mondjuk ennek a kritériumnak megfelel? Tudsz ilyet idézni? És ha véletlenül találsz, tegyük fel, találsz, akkor te mivel tudod bebizonyítani, hogy az az ember egy hang alapján, aki ide betelefonált, kereszténye vagy nem? Listázni akarsz minket? Várpalotáról, István? Szeretnél minket listázni? Hogy mi alapján, egy hangszín alapján te eldöntöd, ki vallásos, meg ki nem? Pistikém. Itt van velünk Medve. Haló, Medve. Mely tisztelettel, Krisztián és a hallgatók. Hát én vagyok az a nagy síki Medve. Hát elsősorban nem tudom, ezt a nevet valahogy nekem nagyon nehéz kiejtenem. De én úgy szoktam magamban mondani még itt, amikor látom ezen a platformon sörös ember.
Nem tudom, hogy akar egy ilyen sörös ember, egy olyan embert leváltani, mint Orbán Viktor, és hogy próbál ilyen támadást nyújtani felé, amikor még a lábvizét sem vihetné el. Szóval egy kicsit olyan furcsa nekem ez a sörös ember, mert hogyha jól megnézzük a videónak, a 99%-ában sör van a kezében. Ez nem igaz. Tehát legalább mi próbáljunk nem valótlant mondani. Hát elnézést, hát én ezt látom hát a Facebookon. Ha ön kettő videót látott, és mondjuk mind a kettőben sör volt a kezébe, ezt akkor nyilván elnézést kérek, de én rengeteg elnézést. Videót láttam róla, nem igaz, hogy 99%-ban. Én úgy vagyok vele, hogy ha egy valaki diplomás, és tényleg valójában... Halló. Ha valaki diplomás, és valójában tényleg a magyar népet szolgálja, akkor a saját országa ellen nem fordul. És a saját embereitől azt a pénzt, amit ugye járna az Európai Uniótól, azt nem ellenzi, nem ellenezne, hanem inkább támogatná. Én legalábbis így gondolom. A másik dolog, amit nem értek, ugye ez a Manfred Weber, hogy szólítsa föl egy ország miniszterelnökét, hogy távozzon. Távozásra. Hát nem értem, mire szólította föl, milyen távozáson, ezt nem igazán értem, de hogy távozzon az Európai Uniós Parlamentből, vagy hogy? Hát van egy alap törvény, gondolom, le van fektetve, gondolom, egy szabályzat, hogy ki minek kell megfeleljen ahhoz, hogy Európai Uniós tagállamba beléphessen, csatlakozzon hozzá, és én szerintem itt az a baj, hogy azért eléggé megvannak újítva ezek a szabályok, és már a szabályok már annyira meg vannak hígulva, hogy már jó formán az Európai Unió folyton csak újítja, de hát az a helyzet, hogy nem azt a törvényt és azt a szabályt fogadta el az országok, amit jelen pillanatban az Európai Unió képvisel. Én legalábbis így látom. Nem tudom, javítson ki ön, Krisztián. Hallgatom inkább tovább. Még egy másfél perc még van. Oké, jó. Hát ha másfél perce van, akkor meg fel szeretném hívni a jobboldali, baloldali, mindegy, hogy mi a magyar népet, hogy október 27-én a Hősök terére a széke autonómiáért, kiállásait jöjjenek el minél többen. Ha már tényleg igazi magyarok vagyunk, akkor egymást támogassuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattuk. Medve, nagyon szépen köszönjük, főleg ezt az utolsó információt, hogy elmondta. Viszont hallásra, viszont látásra. És még mielőtt átadom a Radar stúdiójának a szót, kicsit fölborzolom a kedélyeket. Annyira tiszteled azokat, akik tisztelettel írnak és megosztják a nevüket, hogy utána egy percig anyázod őket nyílt színen a rádión keresztül. Egy szóval nem anyáztam senkit, ezt hadd tegyem hozzá. Nincs móduk megvédeni magukat, te szarházi. Mármint, hogy így szól a teljes SMS. Aláírás nincs. Tehát egy név nélküli ember leszarházizza a műsorvezetőt, azzal, hogy megvédjen egy másikat, aki egyébként hozzáképest bátran és tisztességesen megadta a nevét, és kulturáltan ült vele ellentétben, és ő megvédi ezt a másikat Gyulát Öszödről. Miközben én vagyok a szarházi. Hát akkor ezt a tévénézők fantáziáira bízom, hogy akkor ez a név nélküli senki, ő vajon mi? Vagy ki? Vagy honnan? Vagy miért? És akkor csodálkoznak azon, hogy veszélyességi pótlékot kell kérni egy betelefonálós műsor vezetéséért. Hát, barátaim, mondjuk én azt mondom, hogy azzal csak a mi nézettségünk nő, hogyha megjelennek az orkok a túloldalról, úgyhogy jöjjenek bátran, engem aztán nem érdekel, mert ez itt tartja a mieinket is, meg jönnek a túloldalról is. Akinek meg ez nem tetszik, nem értem, miért nem nézi az ATV-t, a fórumot. Ott állítólag annyira sok jobboldalit nem is engednek adásba. Viszont én átadnám a szót a Radar stúdiójának, Budai Ivett várja, hogy elmondhassa, mivel készültek. Szia, Ivett! Szervusz, Krisztián, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat is. Foglalkozunk azzal, hogy egy napra Gyulára szegeződött a hazai és a nemzetközi orvostomány tekintete. Egy konferenciáról van ugyanis szó, melynek fő célja, hogy több szakterületet összekapcsoljon, például az onkológiát és a diabetológiát, mivel közös gyökere lehet az elhízásnak, a cukor és a rákbetegségnek. És ezen a rendezvényen a rosszindulatú daganatok, az anyagcserezavarok, valamint a hormonrendszer és a testsúly kóros változásai közötti
kapcsolatokat is igyekeztek feltárni, hogy mire jutottak, azt láthatják a mai adásunkban. És ma megismerhetik Dobor Dorinát is, aki 4 gyermek mellett kezdte ruhatervezőként bontogatni a szárnyait, az álmai megvalósításába pedig sokáig nem ismert belevágni, ám most a legújabb kollekcióját egy egészen különleges helyszínen, méghozzá Szingapúrban mutatja majd be. Mielőtt azonban útnak indult a ruháival együtt, hogy meghódítsa Dél-Kelet-Ázsiát, Dorina maga mesélte el nekem, hogy hogyan is tudja összeegyeztetni a családot a munkájával. Illetve Molnár Martint is megismerhetik, aki még csak 16 éves, azonban már most olyan magasságokba küzdötte magát, ami igencsak keveseknek sikerül, hogyha valakinek pedig mégis, akkor az Forma 1-es pilótának mondhatja magát. Martin pedig megnyerte az újoncok bajnoki címét a brit Forma 4-ben, hazánk szempontjából pedig ez egy autósport történeti siker. Martin számára azonban csak egy újabb lépés a csúcs felé és az álmai felé. Őt is megismerhetik, ma 17 óra 10 perckor kezdődik a radar. Köszönjük szépen a beszámolót, nektek jó munkát kívánunk. Köszönjük. Szia. Itt van velünk Zsolt, aki adott nevet, köszönöm ezt neki. Kedves Krisztián, önöknél mocskos gazember és szinonimái mennek a törzsbe telefonálóktól, ehhez ön végig bólogat. Ide figyelj, Zsolt, épp az első telefonáló esetében, Anna esetében raktam ki kedves Annát körülbelül egy perc után, amikor disznózott. Tehát azért, nem tudom, ha minden palávert láttál, akkor fogadom el, hogy neked van egy ilyen statisztikád, viszont akkor az a statisztika meg fog dőlni. Szerintem te láttál, vagy hallottál néhány palávert, jön az általánosítás, és jön a prekoncepció. De mindegy, mindegy. Én annak már örülök, hogy van neved. Szóval, a törzs betelefonálóink Zsolt szerint mocskos gazembereznek, és ennek szinonimáit mondják mindig az adásban, én ehhez bólogatok. Ez hogyan egyeztethető össze a mély keresztény kormánnyal, melynek ön felvállalt propagandistája? Gondolom, erre utalt a korábbi SMS. Nézze, kedves Zsolt, nem kell azt írni, hogy mély keresztény. Jó? Értjük úgy is, hogy keresztény. A mély keresztény, én ismerem ezt a szóhasználatot, az cinizmus. Nem kell cinikusnak lenni. Elfogadom úgy is, hogy keresztény a kormányunk. Oké? Meg keresztények mondjuk a paláver nézők többsége. Nem kell mély keresztényezni. Mert tudjuk, hogy az mit jelent. Az nálatok azt jelenti új beszélnyelven, hogy áll keresztény. Tehát nálatok, amikor azt mondjátok ránk mély keresztény, akkor ti valójában azt gondoljátok, hogy áll keresztény. Oké? Szóval, hogy hogyan egyeztethető össze, mert ez volt Zsolt valódi kérdése, nagyon könnyen. És szerintem elmondtam én is, meg már elmondták többen is, úgyhogy ez a válaszom rá. Kedves mindenki, írja Máté, azok a vallás ellenesek, akik ilyen módon számon akarják kérni a keresztényeket, azt nem értik, hogy mi nem szentek vagyunk, hanem bűnös emberek. Igaz, ha jó keresztények akarunk lenni, akkor törekednünk kell az élet szentségre, de ne felejts el senki, hogy Szent Péter is megtagadta Krisztust. Üdvözlettel, Máté. Máté, nagyon szépen köszönöm. Tudja, itt ebben a hangulatban az ember főleg ilyen teológiai megközelítéssel nem igazán tud élni, mert hogy ahhoz jobban össze kéne az embernek szedni a gondolatait. De nagyon szépen köszönöm. A következő SMS-nek az aláírója egy hűséges, jobboldali nyugdíjas tanítónő. Kedves Krisztián, nagyon sokan szeretik, én is közéjük tartozom. Mindig felteszem magának a kérdést, vagy magamnak a kérdést, milyen idegeik vannak önöknek, hogy nem borítják rá az asztalt arra a sok lehetetlen alakra. Én most a középső témával kapcsolatban szeretném mondani, hogy hájjal kenegetnek, amikor Siffer András véleményét hallgatom, már legalább 5-ször, csillagos 5-öst adott miniszterelnök úrnak, amit teljesen meg is érdemel. A belpolitikai problémák pedig csak ránk tartoznak, úgy, ahogy ezt Siffer András is leszögezte. Üdvözlettel, tehát még egyszer egy hűséges, jobboldali nyugdíjas tanítónő. A második témához szólt ugyan hozzá, hiszen annak volt egy már ki nem írt része, hogy Siffer is hozzászólt ehhez a Manfred Weberi igényhez. Az SMS író egy olyan nyílt sisakban való Siffer András részvételre és nyilatkozatra utal, amiről én nem beszéltem, és most lehet, hogy sokan nem tudják, miről van szó. A Nyílt Sisak legutóbbi adásában, ugye ez a Mi Hazánknak a médiája, a Nyílt Sisak legutóbbi beszélgetős műsorában, ahol több vendég is van, ott megdicsérte Orbán Viktort Siffer András, és azt mondta,
hogy teljesen legitim dolog, most nem szó szerint idézem Schiffert, teljesen legitim dolog korrupcióról beszélni, számon kérni azt, kormányzati hiányosságokról, stb. Stb. Minden kritika legitim a magyar kormánnyal és a Fidesszel szemben, mondta Schiffer, de ennek itthon van a helye. Ez belpolitika. Ezt, aki kiviszi Európába, és ezzel házal, és ezzel politizál, azokról súlyosan megvan a véleménye, és ha már így alakult, és itt jön a képbe, hogy mit is mondott Orbánról Schiffer, ha már így alakult, hogy egy ilyen támadás éri Orbán Strasbourgban, amely támadás itthon legitim lenne, amely kritika itthon legitim lenne, ha már így alakult, azt mondja Schiffer, Orbán tökéletesen helytállt. Tökéletesen helytállt a válaszaival. Úgyhogy erre utalt itt az SMS író, csak nem biztos, hogy ezt a Nyílt Sisak műsort sokan látták Schiffer Andrással, úgyhogy remélem ezzel segíteni tudtam. Jöjjön a mai televíziós szakasznak az utolsó betelefonálója, aki nem más, mint, és most kérem a kollégáim segítségét, hogy Ibolya vagy László várakozik régebb óta. Segítenek-e a kollégák? Halló, halló kollégák! Ibolya vagy László várakozik régebb óta? Ibolya várakozik régebb óta, tehát Ibolya lesz az utolsó tévés betelefonáló. Ön van vonalban, kezdjük csokolom. Üdvözlöm, Krisztián! Már elzibbadt a kezem a sok telefontartásban. Nem vagyok egy notórius hozzászóló, mert zavarba jövök a nyilvánosságtól, de most kénytelen vagyok egy korrekciót elvégezni a Kőrösi Péter úrnak a tegnapi megnyilatkozásával kapcsolatban. Elnézést, hogy nem a ön kérdéseihez fűzöm a hozzászólásomat. Hallgatjuk. De nem tudom megemészteni, hogy tegnap azt hangzott el a Kőrösi Péter úrnak a szájából, hogy ennek a akkor nem mondok jelzőket, ennek az ifjú úrnak a nagypapája, vagyis Erős Pál, a régi nevén dr. Jogerős Pál is bolsevik volt. Hát nekem módon volt személyesen megismerni nem csak az Erős Pált, hanem ennek a úrnak a nagypapáját, hanem még a nagymamáját is, a Márit Terikét is ismerem, aki nem régen az meg sajnálatos módon, és én kimerem jelenteni, hogy a két nagyszülőnek annyi köze volt a bolsevizmushoz, mint nekem a kibernetikához. Úgyhogy nagyon szépen kérem a Kőrös urat, hogy tessék ennek utána nézni, mert én egészen biztos vagyok benne, hogy ez az információja nem állja meg a helyét. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Ibolya, gyors volt. Köszönjük szépen. És ha már így alakult, akkor SMS-ekkel folytatom. Rengeteg hozzászólás érkezik, és szerénységem tiltja, hogy mindazon SMS-eket, vagy akár azok közül egyet is felolvassak, amelyik megdicsér az ügyben, ami miatt kiállt, amit néhány bugris SMS-ezővel szemben. Úgyhogy inkább azokat olvasom, akik ennek nem örültek. Aztán meg jönnek másmilyenek is, most épp ahogy sikerül. Nem kötelező jobboldali médiát fogyasztani, de ha már fogyasztja valaki, ha értelmeset nem tud kinyögni, akkor miért mások minősítgetése a balfékek vesszőparipája? Teljesen jogos a kérdés, így van. Deszkről írta nekem Laci, hogy én sok vagyok. Köszönöm, Laci. Igyekszem kevés lenni. Merjünk kicsik lenni, igaz, Laci? Aztán... Nem a kormány a hibás, hanem a birka magyar nép, aláírás nincs. Gyanítom, a birka magyar nép egyik állampolgára írta. András azt írja, mai napon nagyon büszke vagyok Orbán Viktor miniszterelnökre, mert megvédte szeretett hazámat, üdvözlettel András. Egy nővér is írt nekem, ez az aláírás, egy vidéki kórházból, azt már nehezen tudom megérteni, de legalább el tudom olvasni. Az is valami. Szóval azt már nehezen tudom megérteni, hogy szóközök helyett miért ponttal választja el a szavakat, de kicsire nem adunk. Úristen, te mekkora paraszt vagy, egyszerűen nem tudjátok elfogadni, hogy akinek más a véleménye,
mint a tiétek. Nektek, fúj, de utállak benneteket, nem is szavazunk legalább ezren. Csak hogy kiabálj egy kicsit. Amióta én a médiában tevékenykedem, és valami tartalom kiszalad a kezeim közül, ez jellemzően a számból szokott kiszaladni, mert hosszú éveken keresztül rádióztam, és most már jó néhány éve tévézem. Az ember majdhogy nem azt lehet mondani, hogy hozzá tud szokni a kritikákhoz. És nagyon sok kritika úgy ér véget, itt a Palaverben is nagyon sokszor olvasok ilyet, hogy nem csak a magam nevében írom, Lentulai úr, hanem még itt az utcában vagyunk, vagy 50-en, meg a családban 100-an. Na most ugyanígy vagyok a nővérrel, aki egy vidéki kórházból írt nekem, hogy ők meg vannak ezren, akik nem szavaznak a Fideszre. Hát kedves nővér egy vidéki kórházból, ez a kórház a város szélén, és a nők a pult mögött hibrid változata lehet. A Fidesz valószínű megvolt eddig is azzal az ezerrel, vagy anélkül az ezer nélkül, akik állítólag ott vannak a vidéki nővér mögött. Szóval meg lennék lepve, hogyha ez tegnap még ezer friss fideszes szavazó lett volna most meg, illetve tegnap még fideszes szavazó lett volna ez az ezer fő, most meg frissen már Fidesz ellenes, de ezt hagyjuk is. Az a vád ellenünk a vidéki nővér szerint, ön ellen is, aki nézi most az adást, kedves paláveres barátom, hogy mi nem tudjuk elfogadni, hogy másnak más a vélemény. Pont mi. Én az emlékezetem szerint ez a többség az úgynevezett csendes többség. Ez a többség nem az a többség, kedves vidéki nővér, aki fejszével akar menni a közmédia elleni Magyar Péter tüntetésre, hogy betör a közmédiába. Nem mi vagyunk azok, haló. Azok ti vagytok. Ne keverjétek ezt össze. Lezárjuk a szavazást. Érdeke Brüsszelnek a magyar gazdasági semlegesség? Változott egy picit, emelkedett a nemek aránya 95-ről 96-ra, úgyhogy elég egyoldalú volt ez a szavazás. Köszönjük szépen a szavazatokat, a napkérdés. A televízióban érzékeny búcsút veszünk egymástól. Az nem jelenti azt, hogy a rádióban ne folytatnánk még most is 5-ig, és aztán 5 után is folytatjuk egészen 6-ig. Úgyhogy várom akkor is önöket, a tévénézőktől búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Lentulai Krisztián. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel.